Sziasztok! Hallatok így? Oké. És így? Nem. Oké, akkor így maradunk. Aha, már ezt beraktam. Itt van megnyitva. Már soha nem. Aha, persze jelentettem, és akkor itt van. Oké. Aki is próbáltam, tökéletesen működik. Na, szóval köszöntök mindenkit. Maradhatunk ugye a tegezésnél. Oké, köszönöm szépen. Szóval a mai témánk igazából motiváció lesz. És hoztam nektek egyből egy videót egészen Amerikából, és azt szeretném tőletek kérni, hogy arra figyeljetek, hogy a filmen fog szerepelni egy fekete férfi, hogy neki volt-e motivációja, voltak-e céljai, jó? Ez egyetlen egy feladat van. Mindjárt nézzük. Várjatok, akkor megkeresem a... Van közben, mert a trader is megy. Oké. Okay. És akkor... Itt is van. Ki gondolja azt, hogy ennek a férfinak volt motivációja? Ki gondolja azt, hogy volt célja? Ki gondolja azt, hogy mindkettő volt neki? Nagyon jó, oké. Na, akkor egy hullámhosszon vagyunk. Ezt a lámpát mindjárt felkapcsolom, valamelyikkel. Ez az. Oké. Szóval, mehetünk is tovább. Igazán miről lesz ma szó? Lesz egy kis önmotivációról szó. Összegyűjtöttök itt Dávid segítségével azokat a legfontosabb kulcs problémákat, amik felléphetnek trading során, és ezekre szeretnék pár megoldást nyújtani. Illetve a harmadik rész igazából arról szól, hogy hogyan tartjuk fel a motivációnkat hosszú távon. Mert tudjuk azt, hogy vannak olyan pillanatai az embernek, amikor úgy érzi, hogy motivált, és akkor mindent el tud érni. Viszont ezt hosszú távon fenntartani, az folyamatos erőfeszítés fog igényelni, de erről lesz majd mindjárt szó. Szóval, röviden akkor én is bemutatkoznék, bár fantasztikus volt a felvezetésem, ezt köszönöm ezúton is. Mit érdemes rólam tudni? Jelenleg egy magyarországi bankban dolgozok, mint nagyvállalati kockázatelemző. Mind a mellett meg a szenvedélyem a személyiségfejlesztés és a coaching, illetve a tréningek.
De nem voltam sose, vagy nagyon régen egészen más ember voltam. Nem igazán mertem megszólni emberek előtt, tehát voltam félelemmel, nem igazán volt magabiztosság, vagy önbizalmam. És 18-es koromban hoztam egy döntést. Egy komoly döntést hoztam, hogy szeretnék megváltozni, szeretnék ezen változtatni. És abban a pillanatban, amikor eldöntöttem, elkezdtem keresni azokat a lehetőségeket, amelyek segítenek engem abban, hogy megváltozzak. És az első könyvem a Siker Kalausz volt. Ki ismeri esetleg azt a könyvet? Dale Carnegie-től? Oké, vagytok páran. Ez egy fantasztikus könyv volt, igazából a emberekkel való kommunikációról szólt, amit úgy éreztem, hogy a legnehezebb volt számomra. És az évek elteltek, teltek, és rájöttem arra, hogy ez az egész siker, kommunikáció, bármi igazából gondolkozásmódból fakad. Illetve abból, hogyha van egy jó gondolkozásmódod, jó szokásokat tudsz kialakítani, és ezáltal jól tudsz cselekedni napról napra. És ez fogja neked igazából meghozni a sikert. És ami fontos olyan tudni, hogy nagyjából 5 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni ismerkedés tanácsadással is, tehát úgy lehet ezt elképzelni, hogy fiúkat vittünk le különböző szórakozóhelyekre éjszaka, illetve vittük le az utcára őket, és tanítottuk őket arra, hogy hogyan ismerkedjenek meg hölgyekkel akár utcán, akár éjszaka. Majdnem, ez nem olyan fizetős volt. És igazából ez is onnét fakadt, hogy abszolút sikertelen voltam a lányokkal előtte, viszont tudatos gyakorlással, tudatos célokkal, tudatos barátokkal szintén, ezzel is be tudtuk bizonyítani azt, hogy ez tényleg lehetséges. Onnét, hogy tényleg egy lúzer vagy, hogyan tudod magadból kihozni az igazi férfit, és hogyan tudsz tényleg olyan emberekkel megismerkedni, akikkel előtte nem is gondoltál, hogy lehetséges. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy igazából érdemes még talán fontos elmondanom, hogy igazából a banki munkából adódóan nagyon szeretem a kockázatokat, és ezeket elemezni, szóval szeretem ezeket a kielemezni bizonyos szituációkat. És korábbiakban is foglalkoztam tradinggel, forex-eztem, illetve olajopcióztam. Akkor nem mondanám, hogy túlságosan sikeres voltam, mert akkor még nem volt meg az a fajta tudatosságom, ami ma megvan ahhoz, hogy sikeres tréderré váljak. Ez nekem is egy hosszú távú célom. Szóval, parancsolj! A kérdésem, te mondtad, hogy benne nagyon sikeres, amikor magad pénzével a banknál mások pénzével játszol? Ezt hogy érted pontosan? A banknál nem a saját pénzedet kezeled. Nem, ő elemzi. Én elemzem azt, hogy igen, a fogalmazás az fontos, köszönöm, hogy fejted rá a figyelmet. Igazából az elemzés az kicsit más terület, ott ugye azt elemezzük, hogy az adott cég aznek... Köszönöm. Tehát lényeg az, hogy a banknál az a feladatom, hogy elemezzem azt, hogy az adott cég az mennyire hitelképes arra az összegre, amit ki tudunk helyezni. Tehát igazából ugyanazon az oldalon állunk, hiszen mi igazából ilyen szempontból a banknak az oldalán állunk, és nekünk a célunk az, hogy olyan helyre kerüljön az a pénz, amit mások betesznek, amely tényleg megtérül. Tehát ez abszolút egy win-win szituáció, nyer-nyer szituáció alakuljon ki. Szóval, röviden bemutatom a sikerközösséget, hogy miről is szól, mert magában nevében is benne van, hogy sikerközösség, tehát ez egy olyan közösség, ezt szeretném Magyarországon kialakítani, ahol hasonlóan pozitív gondolkozási emberek tudnak találkozni, mint például ez a közönség is, itt abszolút úgy látom, hogy fejlődni szeretne valamit elérni az életében, és úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a rendezvény találkozási pontok ilyen emberek számára, és ezen dolgozunk nap mint nap a munkám mellett. Jó! Szóval, lenne egy feladat. Ki mennyire fáradt most? Semmi? Na, akkor álljunk fel. Na, üljetek le. Energiával, jó? Mert volt szó itt ugye a morfogenetikus mezőről. Én most fel vagyok teljesen tuningolva, teljesen érzelmileg is. És azt szeretném, hogy mindenki ebbe az állapotba kerüljön. Ugyanis a Zsiga is mondta, hogy igazából akkor lehet jól tanulni, hogyha az ember szintén egy olyan jó állapotban van, és nem csak, hogy hallgatja, hanem át is érzi azokat a dolgokat, amiről lesz szó. Lesz csomó feladat, viszont ez az szükséges, hogy egy picit emeljük az energiaszintet, jó? Na akkor 1, 2, 3, hoj! Oké, le is ületek, jó? És itt átmozgattuk magunkat. Ez nagyon fontos, ez a tréningeinkön is így elsődleges, hogy mindenki jól érezze magát, illetve az, hogy amellett, hogy jól is érezzük magunkat, tanuljunk is, és az, hogy a minél magasabb az energiaszint, annál jobban tudtok fókuszálni. Oké. Mi a motiváció? Mondjatok pár szót a motivációval kapcsolatban, hogy eszetekbe jut. Energia. Cél? Nagyon jó. Energia?
belső késztetés. Igen, belső késztetés, igen. Fókusz fenntartás. Fókusz. Céltudatosság. Céltudatosság. Oké. Okay. Nagyon jók voltak ezek a visszajelzések, igazából ez három részbe lehet majd osztani. De ugye mi is az igazából motiváció? Igazából a motivációt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ez az üzemanyag, ami hajt minket előre. Ha ebből van sok, akkor bármin át tudunk törni. Át tudunk úgy törni, mint Hulk. Vagy szét tudunk bármit meg tudunk tenni, amit csak szeretnénk. Ez adja meg nekünk, mint az autóban a benzin, vagy a dízel, attól függ, hogy mi van, vagy repülőgépben a kerozin, az az erőt, amivel előre tudunk haladni. És ezt kell tudnunk magunkból meríteni. És ez az előadás is, vagy ez az interaktív előadás is pont erről fog szólni. Na, mi szükséges a motivációhoz? Igazából három dolog, ami nagyon fontos. Persze van több is, de ebbe a háromba lehet besorolni. Az első az, hogy legyen egy jól meghatározott cél. Ugye, ha hiába van az autóban benzin vagy üzemanyag, hiába, ha nincsen valami cél, ami felé haladunk. Ezért mindenképpen fontos meghatározni azt, hogy mifelé fogunk haladni. A másik, elég erős okoknak kell lenni arra, hogy én elinduljál az adott irányba. De meg kell lenni a célod mögött azoknak az okoknak, vagy miérteknek, amiért az adott el szeretnéd érni. De sok ki akar gazdag lenni? Oké. Okay. De miért szeretnék gazdag lenni? Mondj egy okot. Szar szegénynek. Korrekt, bár negatív. Szabadság. Negatív. Más. Függetlenség. Ezt már próbáltam. Oké. Okay. Szóval, igen, erről is mindjárt majd lesz szó. Mindenkinek majd össze kell gyűjteni a különböző miérteket az adott céljához. És a harmadik pedig az a cselekvés, amit a Nike is szokott, ugye, gyerekem, just do it. Ez nagyon fontos. Oké? Okay. Na, ugye a cél, lehet azt mondani, hogy bármi lehet. Ehhez hoztam nektek kis segítséget, hogy hogyan kell megfogalmazni egy adott célt. Sok emberrel találkozunk a tréningek, meg előadások során, aki szeretne bizonyos dolgokat elérni, viszont már ott rosszul kezdi, hogy hogyan fogalmaz meg az adott célokat. Ugye az agyunk is úgy működik, hogy ha valamit mondasz neki, akkor azt végrehajtja, kérdezés nélkül. Erre tipikus példa az, hogyha azt szeretném mondani, hogy gazdag szeretnék lenni, vagy gazdag leszek egyszer, akkor mit kommunikálsz az agyad felé? Hát az, hogy egyszer majd leszel, lehet, hogy holnap, holnap után, de sosem fogod tudni elérni azt. Ezért nagyon fontos az, hogy jól fogalmazzuk meg. Na, akkor kicsit segítek benne, hoztam pár példát, és akkor azok alapján így tudjátok tűzni azt a célt, amit most szeretnétek a trading során. Jó, ez azért nagyon fontos feladat, mert ezzel fogjuk kipipálni a motivációnak az egyik alapkritériumát, azaz a specifikus célt. Szóval, röviden összefoglalom, mit jelentenek ezek a tartalmi kritériumok. Az első az, hogy specifikus, tehát pontosan meg kell tudnod határozni, hogy mi az, amit valóban szeretnél. A másik az, hogy ennek az adott dolognak mérhetőnek kell lennie. Harmadik az, hogy elérhető reálisnak kell lennie a te szempontodból. Nem az én szempontomból, a te szempontodból. Ha az a dolgot reálisnak és elérhetőnek gondolod, akkor az elérhető. A negyedik az, hogy relevánsnak kell lenni annak a célnak. Tehát nem szabad a többi más céloddal mondjuk ellentétben lennie. Mondok erre egy példát. Például, ha te mondjuk van egy boldog családi vagy párkapcsolatod, és azt nem szeretnéd, hogy mondjuk elromoljon azért, mert mondjuk napi 18 órát szeretnéd trédelni, akkor az azért nem egy jó cél. Ha viszont összhangban az összes célod egymással, akkor valójában akkor teljesen releváns az adott cél, hiszen az belefér a jelenlegi helyzetedbe. Az ötödik, az pedig az, hogy határidőhöz kötött. Tehát meg kell tudnod határozni egy adott bizonyos időpontot, ameddig az adott célt szeretnéd elérni. Különben a cél az marad az álom. A formai kritériumok első és legfontosabb az, hogy le kell kézzel írnod a céljaidat. Ez nagyon fontos. Az agyunk és a kezünk között van egy kapcsolat. És azáltal, hogy leírod a célodat, ez a kapcsolat megerősödik. Jobban, kvázi a tudatalattidban jobban be tud épülni az adott cél. Fontos még a jelen idő plusz első személy. Ha jelen időben fogalmazod meg a célodat, akkor a tudatalattid egy idő után azon fog pörögni, hogy hogyan fogod tudni ma megteremteni azt a dolgot, amire igazán vágysz. A harmadik,
pozitív érzelmeket érdemes hozzá kötni. Negyedik, pozitív megfogalmazás, tehát az, hogy arra fókuszáljon a célod, amit el szeretnél élni, ne arra, amit nem szeretnél elérni. Tehát például azt tűzöd ki magadnak, hogy nem akarsz szegény lenni, az azért rossz cél, mert az agyad mire fog fókuszálni? A szegénységre. A nem szó számára értelmezhetetlen, ilyen értelemben. És nagyon fontos még a hála, az, hogy akkor tudunk, agyunk is úgy működik, az univerzum is úgy működik, hogyha nem vagy hálás azokért a dolgokért, amiért már, amivel már most rendelkezel, akkor miért adom neked többet? Ez olyan például, hogyha mondjuk szülinapi ajándékot kapunk valakitől. Ha nem köszönjük meg, nem vagyunk érte hálásak, akkor az adott ember mit fog tenni? Valószínűleg legközelebb nem fog nekünk semmilyen ajándékot hozni. És ezért fontos hálásnak lenni, már azokért a dolgokért, amiért rendelkezésre állunk. És úgy működik ez a célkitűző rendszer, hogy már előre megköszönjük azt az adott célt, amit szeretnénk megvalósítani, mint hogyha már itt lenne a kezünkben. Mert ezzel is közel hozzuk magunkhoz az adott dolgot, amit szeretnénk. És hoztam nektek pár példát, amint elindul. Összeírtam pár példát, ami egy jó megfogalmazott cél. Tehát, az első, ugye annyira boldog és hálásodik azért, hogy 2013. június 30-ától kezdve havonta könnyedén és örömmel 300% nettó profitot realizálok a portfóliómon. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ebben minden benne van, ami ahhoz szükséges, hogy egy pontos célt tudjatok meghatározni. Jó, következő meg ha nagyon hasonló, csak ott nem egy százalékos arány van, hanem meg van konkrétan határozva egy adott összeg, amit el szeretnétek érni. És az lenne a kérésem, hogy ezek alapján írjátok le azt a célt, ami most így a fejetekben van, amit szeretnétek elérni. Ez érthető? Ez, ami meg van fogalmazva? Akkor az lenne a kérésem hozzátok, hogy a következő 3 percet szálljunk arra, hogy mindenki leírja az adott célját a trédeléssel kapcsolatban. Ezt fölhagyom nektek ezt a diát, hogy akkor le tudjátok írni. De valakinek szükség van segítségre, itt vagyok és segítek megfogalmazni. Kinek kell még egy kis idő? Te fel nyugodtan a kezét. Oké. Thank you.
Megvagytok? Oké. Szóval, most már mindenkinek van egy abszolút jó meghatározott célja, ez nagyon fontos. Ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos egy jó meghatározott cél. Mert arra fog az agyunk, mint egy célkövető rakéta ráállni, és minden áron el akarja majd azt érni. Most segítünk neki egy kicsit, ugyanis nagyon fontos az, hogy meghatározzuk azt, hogy miért szeretnénk az adott célt elérni. Főleg amikor egy pénzügyi célt tűzünk ki, nagyon fontos azt meghatározni, hogy pontosan miért van annyi pénzre szükségünk. Ez azért fontos, mert az agyunknak el kell tudnia hinnie is ezt a dolgot, meg kell tudnunk alapozni neki azt a dolgot, hogy ő pontosan miért dolgozna az adott célért. Tehát ez lehet például az, hogy szeretnél több szabadidőt, amit a családoddal tudsz tölteni. Szeretnél nyaralásokra eljutni. Szeretnél mondjuk kaszinóba járni, és ahhoz kell még a pluszpénz. Szeretnél egy jó autót venni. Szeretnél egy csodálatos házban élni. Ez bármi lehet. Ez a te célod, a te motivációd. És ezért nagyon fontosak ezek a dolgok, főleg ezeknél a típusú céloknál, hogy meg tudjuk azt határozni, hogy mi az az összeg, ami tényleg valójában szükséges. Mert sokakkal találkoztunk, hogy kitűz olyan célokat, amelyeket nem is tud alátámasztani, nem tudná, hogy mire költse el. Ez mindig egy jó kérdés, hogyha valaki nyerne a lotton, akkor azt mire költeni? Mert az segít behatárolni azt, hogy pontosan miért van szükség az adott pénzre, mire használnám föl. És most lesz a következő gyakorlat, hogy a tollak is forrók maradjanak. Vissza is lépek. Azt szeretném kérni tőletek, hogy írjatok össze 5 okot, 5 miértet, amiért az adott célt el szeretnétek érni. Mi az a dolog? Miért szeretné az adott dolgot elérni? Milyen hasznod és előnyös származik belőle? Mi az, amit mondjuk megvennél abból a pénzből? És ami még itt fontos elmondani, hogy nem feltétlenül a mennyiség számít itt, hanem inkább a minőség. Ha van egy olyan okod, ami tényleg lángol benned, akkor az bőven elég. Azért szoktuk az 5-öt meghatározni, vagy mint az 5-öt, vagy a 3-at, mert szeretjük az 3-as és az 5-ös számot, de mellett inkább azért, mert hogy az minél több van, annál jobban alá tudod támasztani az adott célt. És itt még annyi fontos elmondani, hogy a miértek, vagy ezek az okok minél pozitívabbak, annál jobb. Itt is fontos még a pozitív megfogalmazás. Céloknál szoktuk azt is mondani, hogy legalább egy miért jó, hogyha mondjuk más embereknek is értéket teremt. Tehát nekem a fizetésemnek egy jelentős részét jótékonyságra költöm. Pont emiatt, hogy azáltal támasztom alá a pénzügyi céljaimat, hogy másoknak is tudjak segíteni. És minél többen rendelkezem én, annál több jut másoknak is. Ez lehet akár olyasmi, hogy támogatja valaki a családját, vagy más családtagjait, lehet, hogy valami jótékonysági szervezetet, foci csapatot, bármit. A lényeg az, hogy valami olyan dolgot szolgáljon az a pénz, ami nem csak nekünk jó, hanem másoknak is. Ez körkörösen összejár. Mégis kihozta, akinek is az egyik tanítása ez. Ez a micve. Tessék? Ez a micve. Több ezer éves. Aziból is lehet. Hát, kollektív tudat. Oké. Megvagytok vele? Ki van meg vele? Oké. Rendben van. Na, haladunk is akkor tovább. Dávid is összegyűjtöttük azokat a legfontosabb motivációs csapdákat, így hívjuk azokat a csapdákat, amiben bele lehet esni, és ezekre szeretném néhány megoldást nyújtani számotokra. Az első és legfontosabb az, hogy sokszor van idő szükséges az elején ahhoz, hogy valaki sikeres tréderré váljon. Ki tudja ezt megerősíteni, hogy ez így van? Oké, jó, akkor valóban jó mondat, tényleg jó. Oké. És nyilván az is fontos, hogy az elején az ember
többet veszít, hogyha nincs meg az a fajta, nyilván gyakorlat kell hozzá, hogy az ember ezeket a különböző stratégiákat kipróbálja, a szabályait kövesse. Fontos az, hogy sok idő eltelhet egy-egy ugrás előtt, olyan értelemben, hogy sokáig kell gyakorolni az adott dolgot, mielőtt valami látványos előrelépés lenne. Ez egyik barátom, aki profi pókerjátékos, ugyanígy fogalmazta meg, hogy ebben azért sokszor sok a variancia. Tehát sokszor van az, hogy te jól követed azt az adott stratégiát, de valahogy még nem működik. És ez nem feltétlenül ilyen szempontból, lehet, hogy a piac másképp mozgott, és te nem reagáltál rá. De ezért nagyon fontos az, hogy erről oda kell figyelni. Harmadik volt, hogy természetesen félelmekkel kell szembenézni. Általában azt szoktuk mondani, hogy bármifajta új dolgot próbál ki az ember, akkor ugye kilép a komfortzónájából, tehát az általában egy olyan kellemetlen érzéssel jár, illetve sokszor kapcsolódik hozzá félelem. És ezeket a félelmeket meg kell tanulni az embernek kezelni. A félelem sosem fog elmúlni, mindamellett meg kell tanulnunk kezelni. Erre tudok egy jó könyvet ajánlani, ez a Susan Jeffers-nek a könyve. Angol úgy hangzik a neve, hogy Fear the Fear and Do It Anyway. Nézz szembe a félelmeidem. És a pontos magyar címét nem tudom, nem jut eszembe, de hogyha bekeresitek, vagy beírjátok a Google-be, hogy Susan Jeffers, akkor ki fogja dobni azt a könyvet. Ezt mindenkinek nagyon erősen tudom javasolni. Amiről volt már szó, most beszélt ugye a korlátlan felelősségvállásról. Ez nagyon fontos, hogy korlátlanul vállaljunk felelősséget a cselekedeteinkért. Mi nyomjuk meg a báj vagy a szelgombot, nem más. És a következményekért is mi felelünk. Illetve ami fontos még, ez a zen állapot, hogy tényleg nyugodtak maradjunk a trédelés közben, és mindamellett maradjon meg a hitünk és az elkötelezettségünk is az adott cél iránt, hogy most ugye kitűztünk. És erre is fogunk adni pár tippet, trükköt, amit tudtak azonnal alkalmazni. És ami még talán nagyon fontos volt, az a környezet lebeszélő magatartása. Az is nagyon jó ez a Traders Night, és azért nagyon örülök, hogy lehetik többetekkel itt beszélgettünk a szünetben, hogy igazából ez egy abszolút egy előremutató közösség, vagy előremutató környezet. Tehát ha ide eljöttök, akkor valószínűleg föltöltöttök, találkoztok hasonló gondolkodású emberekkel, és ez nagyon fontos az, hogy az ember ezt folyamatosan fent tudja tartani, folyamatosan olyan embereket tudja körülvenni magát. Na, és akkor beszéljünk egyből a fejlődésről, ugye ez az első két pont volt. Erről írtam egy cikket a Siker közösségre, még annó, olvastam egy könyvet. Ki van itt otthon küzdőharcokban? Okay. Nagyon jó. Nem tudom, valaki esetleg aikido? Van akit aikidós? Nincs. Van egy. Okay, kettő, köszönöm. Van egy aikido tanítómester, George Leonardnak hívják, egy két könyve is megjelent, az egyik az aikidóról szól, a másik pedig a fejlődésről. És az ő könyvéből másoltam ki ezt a grafikont, ugyanis ő azt vizsgálta, hogy az egyes ilyen nagy mesterek, azok hogyan állnak a fejlődéshez, hogyan fejlődnek olyan gyorsan. És azt állította meg, hogy míg az emberek azt gondolnak, hogy a fejlődés az teljesen egyenes irányú, addig ő rájött arra, hogy ez nem így működik. Figyelte azokat a mestereket, hogy honnan jönnek le edzeni. Mi a különbség egy kezdő és egy haladó között? Egyik nagy különbség az volt, hogy míg a kezdő igazából folyamatosan csak a célra fókuszál, addig a haladó arra figyel, hogy éppen mi van most, mit tud begyakorolni. Másfelől pedig játéknak fogta föl az adott gyakorlást. És nem zavarta az, hogyha valaki a földre vitte, vagy valaki megverte idézőjelbe. Neki nem az volt a fontos, nem az, hogy folyamatosan gyakoroljon. És ahogy látjátok, a fejlődés az úgy néz ki, hogy nagyon sokat töltünk egy bizonyos fensíkon. Az azt jelenti a fensík, hogy ez picit olyan, mint hogy kinevelt már mondjuk növényt otthon. Elültette és locsolta és elkezdett nőni. Körülbelül mennyi idő múlva lehet látni, hogy elkezd kicsit így rügyezni az adott kis növény? Pár hét, pár nap. Attól függ, hogy bent tartjuk, vagy kint. Igen. Szóval ott is ugyanaz a folyamat játszódik le. Ugye a mélyben nem tudjuk, hogy mi történik csomószor. Nem látjuk, hogy a föld alatt mi történik. Pedig már elkezd egy gyökeret ereszteni az adott kis mag. És ami nagyon fontos, hogy amikor ez a mag ugye, a gyökeret eresztett, akkor jön ki a kis zöld hajtás.
És így lehet nagyon jól jelképezni ezt a folyamatot is. Tehát kezdetben elég sokáig vagyunk ezen a fennsíkon, és utána hirtelen jön egy ugrásszerű növekedés. Utána elérünk megint egy csúcsot, utána egy picit visszaesünk, hogy kifogjuk korrekciónak is, mint a trédelésben, lesz egy kis korrekció, utána pedig már sokkal magasabb szinten vagyunk, mint a korábbi csúcs. Tehát ami igazából a válasz arra a problémára, amit ugye előbbiekben felhoztunk, ugye az a sok idő telik el látványos előrelépés nélkül, ez ennek tulajdonítható be. És ugye a kérdés az, hogy hogyan tudjuk serkenteni a fejlődést, az, hogy ezeken a fennsíkokon, amikor még úgy látjuk, hogy alig fejlődünk, ne adjuk fel, hanem igenis gyakoroljunk tovább, mert ha elég sok ideig gyakorolsz a megfelelő gondolkozásmóddal, akkor meg lesz az ugrás, amire vágysz, ami szükséges ahhoz, hogy fejlődjél. Jó? Ez értető? Oké. Akit meg esetleg bővebben érdekel a téma, annak ajánlom, hogy George Leonardnak a könyvét. Az magyarul nem jelent meg, az a címe, hogy Mastery, mint mesterség. Érdemes ezt a könyvet elolvasni, sok hasznos dolog van, amit lehet használni a mindennapi életben, illetve a tréning során is. És összegyűjtöttem pár olyan napi rutint, amit érdemes követni, ugyanis szerintem nagyon fontos az, hogy az embernek meglegyen folyamatosan minden nap az a fókuszált, de megvan az a cél, amit el szeretne érni. Ezért nagyon javaslom azt, hogy naponta olvasd ezt a célt, amit most itt leírtál. Én a reggel és este szoktam ezeket a céljaimat elolvasni, és azt kell mondjam, hogy ez tényleg működik az elmúlt 10 év tapasztalat alapján. Fontos még amellett, hogy elolvassuk a céljainkat, fontos elolvasnunk azokat a miérteket, azokat az okokat, amiért szeretnénk az adott célt elérni. Mert ezek fogják megadni nekünk azt a kakaót, amire vágyunk, és amivel tudunk előre haladni. Én nagyon javaslom a sikersztorikat, akár trading kapcsán is, főleg nektek valószínűleg most az releváns. Én naponta szoktam elolvasni egy ilyen sikertörténetet bármilyen emberrel kapcsolatban. Ez mindig engem motivál arra, hogy ha neki sikerült, akkor nekem is sikerülhet. És különösen javaslok egy videót, a Nick Vujicic-nek a videóját. Nem tudom, ki ismeri Nick Vujicic-et? Jön Magyarországra, április 19-20. Nem tudom, ki lesz ott. Nagyon csak, meg most lett egy gyereke is egyébként. Kezes a lábon. Tehát fantasztikus a személyiség, de kezek, lábak nélkül született. Ezt tudja használni, igen, mert hogy gyereke is született. És... Nem is egy gyereke van. Több is van. Ikrek, nem tudom. Még nagyon kíváncsi leszek időben is, hogy milyen lesz. De ami videót láttam rajta, én ez egy kicsit engem egy meghatott. Kettő meg az, hogy tényleg, ha ő képes arra, hogy fölálljon kezek, lábak nélkül, úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen kis asztalon áll, és egy kezek, lábak nélkül így totyog, és... Na, tényleg, ez fekítletű. Meg amilyen attitűdje van az embernek, ilyen hátránya. Nagyon. Mindjárt rá is keresünk. A Krisztián nem eredeti a Windows-ot, most írom ki. Na ez az a videó. De ne az egy órásat rak meg. 7 perces. Na, play gombot is meg kell nyomni. Teker. Eddig jó a videó. Épp lefagyott be. Jó, csak egy picit várom, hogy betöltődjön ezt. But honestly, along the way, you might fall down like this, right?
So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. Hát igen, ekkor gondolkoztam el, amikor először láttam ezt a videót, hogy ha én keresek ilyen állapotban kifogásokat, akkor ő hogyhogy nem keres, és mégis fel tud állni, mégis tud egy, abszolút egy, hogy vesszük teljes életet, mert az ő szempontjából teljes az élete. Ő született bizonyos körülményekkel, hívjuk őket körülményeknek, és ő a körülmények ellenére képes volt ezt megvalósítani. Azt kell mondjam, hogy nekünk semmilyen kifogásunk nem lehet. Akár lehetünk sikeresek tradingben, vagy egészen más dolgokban az életben. És javaslom egyébként ezeket a videókat is, hogy az ember néha nézze meg, mert mindig emlékeztetni fogja arra, hogy kifogásokat keresni az nem lehet. Az nem felelős. Hogy az ember vállal felelősséget az életért, akkor nem keres kifogásokat. Nem eldönti, hogy mit szeretne, és halad a céljai felé. Szóval ezért javaslom ezeket a sikersztorikat. Ez is egy sikersztori, ha mindenki kibibálhatja. Már a sikersztorikat, mert egyet már megnéztünk. De javaslom, hogy olvassatok ilyeneket. Illetve mi is gyűjtünk sikersztorikat az oldalra, mert többünk már leírta egyes sikerét. És hogyha van esetleg ilyen sikersztoritok, azokat örömmel várjuk, és akkor feltesszük a ti nevetekkel a honlapra. Fontos még, amit szoktam mondani, ez a motivációs idézetek. Párat már láthatunk Krisztiántól is, és ezeket azért javaslom, ezeket olvasni, mert ezek mindig elgondolkoztatják az embert, és ahogy működik az emberi agy, abban az adott idézetből mindig az aktuális pillanatra kapunk valami tanácsot, amit be tudunk építeni, vagy tudunk cselekedni. Tehát ezt is abszolút javaslom. Ez a naponta fejlesz magad, ez egy elég tág fogalom. Itt gondolok arra, hogy naponta olvassál, akár tradinggel, vagy személyiségfejlesztéssel kapcsolatban is, akár 10 percet, nem több. Én úgy indul a reggeli rutinom, hogy azután, hogy nyújtottam, meg minden, és így bemelegedtem, utána leülök, elolvasom a céljaimat, elolvasom azokat a miérteket, amiért ezeket a célokat el szeretném érni, és emellett olvasok legalább 10 percet valamit. Mert tudom azt, hogy ha este állnék neki az olvasásnak, akkor lehet, hogy már sok olyan dolog bejönne az olvasás elé, ami miatt nem lesz időm arra 10 percre. Ez nagyon fontos az, hogy reggel 10 percet olvastok olyan témában, ami érdekel titeket. Lehet akár trading, vagy akár más személyiségfejlesztéssel kapcsolatos dolog, vagy pozitív irodalom. Igen, azt mondom, én is felírtam, vezess trader naplót, tehát meg tudom erősíteni, nagyon fontos. Én bár nem tradelek már, de naplókat vezetek. Nekem van naplóm külön a üzleti tanulságokra, van külön naplóm a különböző sikerekre, amiket elértem az adott nap. Én naponta vezetek egy sikernaplót, ami azt jelenti, hogy felírom az a napi 5 sikert, amit sikernek értékelek. Akkor naponta írom azt az 5 hálát, amiért hálás vagyok az életben, és
van még egy pár egyéb naplom, ami inkább tanúságként szolgál, amiket bármikor elő tudok venni, és át tudom nézni. Akár vezethettek például olyan naplót is, amiben leírjátok az ötleteiteket. Nekem a telefonban is van egy ilyen jegyzetelős program, ahol mindig leírom azokat az ötleteket, amik eszembe jutnak, és akkor este elő tudom venni, át tudom gondolni, és ezek csomószor olyan kis apró ötletek. Ha Einsteint is nézzük, az ő fejében akkor születtek nagy gondolatok, amikor hegedült például. Akkor letette a hegedűt, leírta, folytatta a hegedülést. Szóval nagyon érdekes, hogyan működik az elménk. Vezess sikernaplót, erről már előbb beszéltem. És most lenne most egy kis meditációs gyakorlat, ami azt szeretném kéne, hogy álljatok fel. Okay, látom, mindenki energikus. Na, a feladat az nem lesz bonyolult. Ezt egy nagyon kedves ismerősömtől tanultam. Ő egyébként coachingolással foglalkozik. Annyi a feladat, hogy csukjátok be a szemeteket. És nyissátok ki. Csukjátok be. Okay? És képzeljétek azt el, hogy nincs alattatok föld. Most képzeljétek el azt, hogy nincs felettetek ég. Nincs föld. Nincs ég. Nincs gravitáció. Nincs föld, nincs ég. Nincs föld, nincs ég. Közben lélegezzetek mélyeket. Oké, okay, kint hagyjátok a szemeteket. Oké. Okay. Milyen érzés volt? Nyugtató volt egy kicsit? Ezt még lehet egyébként folytatni még 5-10 percig, ha gondoljátok. Majd a szünetben akkor kerültünk egy kis meditációs sarkot. Ezt le is ülhetek. Köszönöm szépen, hogy megcsináltatok. Ez a gyakorlat egyébként nagyon jó arra, hogyha például idegesek vagytok, hogy csak ezt elképzeljétek, ezt az egész szituációt, és egyből vissza tudtok egy kicsit rázódni a normál kerékvágásban. Nagyon fontos az, hogy ki tudja, melyik filmből van ez a jelenet. Nagyon jó, köszönöm szépen, jó, oké. Na és a lényeg az, hogy éhezők viadalából van a kép. Igazából semmi köze nincs a filmhez, amit itt el akarok mondani, csak meg szoktam mindig kérdezni, hát ha valaki felismeri. Szóval ez arról szól, hogy képzeljük azt el, hogy ott van a tortának a maradéka, és azt kéne inni, valakinek íjjal eltalálnia. Már nincsen, de minden, az a hungarocca az tökéletes célpont lesz. Ha most tételezzük fel, hogy ezt az egész szituációt kivinnénk mondjuk így a szabadba, ide le a kis játszótérre, akkor mi múlna az, hogy eltaláljuk az adott célpontot, vagy nem? Technikát. Mennyire vagy éhes? Tökéletes, igen. Azon is mondjuk a motivációd akkor megvan, igen, hogy éhes vagyok, ha eltalálod. Más? Koncentráció. Koncentráció, oké. Lásd a célt, igen. És van esetleg valami külső körülmény, befolyásolhatja azt, hogy én eltalálom, vagy eltaláljuk-e azt az adott... Oldalszél. Medve. Az is jó, igen. Szél, igen, az jó volt. Napszél, minden lehet, bármilyen szél lehet. Arrafelé lőj. Nagyon jó, be kell célozni a célt, igen. Vagy hát másik irányba is lehet, csak a körbe kell érni a földön, igen, tehát az is lehet. Elég jó, meg kell húzni ezt az íjat. Lásd a célt. Lásd a célt. Oké, okay, köszönöm szépen a visszajelzéseket, válaszokat. Igen, szóval nagyon fontos az, hogy vannak olyan dolgok, ebből is láthatjuk, hogy vannak olyan külső körülmények, amiket nem tudunk befolyásolni. Ez például a tradingben tipikusan az, hogy merre megy a piac. És nagyon fontos az elfogadnunk, hogy vannak ezek a külső körülmények. Mi mindent megtehetünk annak érdekében, hogy jól célozzuk be az adott célpontot, de nem feltétlenül csak rajtunk múlik az, hogy az a célt azt tényleg el is találjuk. És ezért kell mindig arra fölkészülni, hogy mindig állítani kell az adott célt. Állítani kell a kezünket, hogy merre lőjük el az adott íjat. Beleszámítva azt, hogy mik azok a külső körülmények. És ez így gyakorlással jön. De minél többet lőjünk az az íjat, annál jobban fogjuk tudni kitalálni azt, hogy hogyan tudunk eltalálni az adott célt. Nagyon fontos itt a napi gyakorlás. Ami szerintem, hogyha trédeltek, akkor ezt naponta csináljátok. Nagyon fontos itt a célzó rendszert beállítani. És ami nagyon fontosnak tartok, az a csapat és a közösségnek a fontossága. Ugyanis
Sokszor tapasztaljuk azt, hogy akik eljönnek mondjuk egy ingyenes találkozónkra, hogy ő nagyon szeret itt lenni közöttünk. Nem azért, mert valami szekta vagyunk, vagy ilyesmi, vagy MLM-es cég vagyunk, vagy bármi, hanem amiatt, mert nagyon pozitív hangulat van, amit itt is lehet tapasztalni. És sok ember azért nem tud kitörni abból a környezetben, amiben van, mert nincsenek olyan emberek, akik segítség vagy támogassák őt abban, hogy kitörjön ebből. Sokkal könnyebb csapatban elérni valamit, mint mondjuk egyedül magányos farkasként. És nagyon fontos az, hogy segítsetek egymásnak, hogyha van olyan kérdése, bár biztos vagyok benne, hogy ez köztetek megvan ez a fajta attitűd. Nagyon fontos az, hogy ha tudtok ilyen kis csapatokba is osztoljatok el nyugodtan, jöjjetek össze hétvégén, beszéljétek át azokat az adott trédeket, amiket tapasztaltatok, beszéljétek át a tanulságokat, amik értek titeket, vagy amiket levontatok a hét során, mert ez föl fogja gyorsítani a fejlődésetek. És annyi fajta tapasztalat van, például, hogyha elolvastak egy könyvet, lehet, hogy abban a könyvben több ezer évnyi tapasztalat van, ami le van oda írva. Több generáción keresztül jött ez a tapasztalat. És ezért fontos az, hogy könnyítsd meg a saját dolgodat azzal, hogy másoknak a tapasztalatát is beépíted az életedbe. Nyilván járjatok térdelőzlátra, ez nagyon fontos. Ezt én írtam be, igen. Ami nagyon fontos, hogy legyen egy mentorod. Milyen egy jó mentor? Mondjatok tulajdonságokat egy jó mentorra, vagy... Könyörtem, igen. Inspiráló, tűnő. Inspiráló, igen. Hiteles. Bizonyítottan elérni azt a sikert, amiről jöttem. Igen. Oké. Okay. És hoztam is nektek egy coachot, vagy egy trénert. Mindjárt meg is nézzük, hogy... Oké. Okay. Ez Nogi-ben nem megy, de... Itt is van. Jó. Egyébként azt érdemes tudni erről a úriemberről, hogy ez egy fél időben készült felvétel róla, hogy próbálja motiválni a főiskolai csapatot, hogy hogyan tudják megverni az ellenfelet. De egyébként nagy vesztésre álltak. Például mindjárt felhangosítom a... Már amennyire lehet. Azon szerintem még tudok, ha? Itt egy hang, ha akad, az nem hangos lesz. Who am I? I'm a champion! That's why you never come off in this game. I would conquer what has not been conquered. People will not be in my dream. I will believe what others have doubted. I will always endeavor to hold esteem, honor, respect for my team. I have trained my mind and my body will fall. Who am I? I am a champion! I will acknowledge the fact that my opponents do not expect me to win. I will never surrender. Weakness will not be in my heart. I will look to my comrades and to those who have brought me to this world and those who have trained me. And I will draw strength from them. Who am I? I am a champion! I will crash so often to the field of battle. And I will move in everything I can do. And I will reach my field of battle at any means at my disposal. And when I get there, I will ride violently. I will rip the heart from my enemies and leave him bleeding on the ground. Because he cannot stop me. Who am I? I am a champion. To my side, I have comrades. Comrades that have been through me through thick and thin. Through sacrifice, through blood, through sweat, through tears. Never will I let them fall. Never will I let them down, and I will never leave an enemy behind. Because our opponent does not know my heart. Who am I? I am a champion. No one will deny me. No one will define me. And no one will tell me who and what I am and can be. Belief will change my world. It is through continents, it is through countries, it is put man on the moon. And it will carry me through this battle. Who am I? I am a champion. Defeat, retreat, those are not in my words. I don't understand those definitions. I don't understand when things go wrong. I don't understand mistakes. But I do understand this. I understand victory, and I understand never surrendering. No matter how bad things go, my heart, my mind will carry my body to my limbs and weak. Who am I? I am a champion. Today will be that day. Not tomorrow, not next week, but right now, right here, in your house, in your home. Who am I? I am the champion! History will remember me! I will not let anybody of any kind! I will define myself! I will write my own praises!
Kell, hogy megnyerték a meccset. Szóval a lényeg igazából az, hogy fontos az, hogy ha... Okay, meg vagyunk. Szóval a lényeg az, hogy ebből a videóból is igazából azt látszik, hogy fontos az, hogy ha van rá lehetőségetek, keressetek magatoknak egy mentort. Nyilván, hogy most egy egészen más téma ez a tréde is, mint az amerikai foci. De jó, hogyha az ember mögött van valaki, aki tudja motiválni, tud neked segítséget adni, tud neked erőt adni. És ezért is javaslom azt, hogy nem feltétlenül kell hozzá mentor, de jó, hogyha egy kis csapatban, egy kis csapatokban, vagy egy nagy csapatban is tudjátok egymást ösztönözni arra, hogy sikeressé váljatok ebbe az adott témában. És összegyűjtöttem én nektek pár trükköt, amik ilyen jó kérdések, amiket én is fel szoktam néha tenni magamnak, hogyha például elakadok bizonyos dolgokkal kapcsolatban, vagy éppen nincsen kedvem most éppen olvasni, vagy adó dolgokon dolgozni. Ezek a kérdések szoktak nekem segíteni abban, hogy átlendüljek a holdponton. Az egyik ilyen, mivel jutsz közelebb a célodhoz? Az, hogy megállsz és nem csinálsz semmit, vagy akár egy kis lépést teszel a cél érdekében. Ezek szoktak tényleg nagyon tudnak működni, ugyanis a kérdések révén tudunk egyik legjobban kommunikálni az agyunkkal. Ső, ha felteszünk egy kérdést, akkor tud rá egy választ adni. Ha jól teszünk fel a kérdést, jó választ fogunk kapni. Elég fontos az embereknek az, hogy tényleg, hogy kérdezzétek meg magatokat, hogy mivel tudtok közel kerülni a célokhoz. Még egy jó lépés. Például lehet az, hogyha például az embernek most éppen nincs kedve ahhoz, hogy mondjuk elolvasson még egy könyvet mondjuk trédeléssel kapcsolatban. Tehát valaki is, hogy mit nyerhetek azzal, hogy elolvasom ezt a könyvet? És írd össze ezeket a válaszokat, amik így egyből eszedbe jutnak, mert ezek fognak neked segíteni. Egy barátom mondása ez, ha úgyis meg kell csinálnom, akkor miért ne csinálnám jó kedvel? Csak saját magam helyzetét rontom el azzal, hogyha unott arccal, lelkesedés nélkül csinálok meg egy bizonyos dolgot, még akkor is, hogyha nincs kedvem hozzá. Ez nyilván fontos az, hogy az ember folyamatosan tanul, és folyamatosan tudja az érzelmi intelligenciáját fejleszteni azáltal, hogy tudatossá válik, hogy milyen érzelmi állapotban vagyok most jelenleg. És hogyha föl tudja tenni azt a kérdést, hogy hogyan tudnék ezen változtatni, akkor az agyunk egyben megadja azokat a válaszokat, amik szükségesek hozzá. Ez nagyon jó kérdés. Hogyan oldhatom meg a helyzetet most? Mik azok az apró lépések, amelyeket megtehetnél most, hogy közelebb kerülj az adott célodhoz? Ezeket érdemes ezeket a kérdéseket felírni, és van még egy. Illetve van egy olyan egyéb trükk, hogy néha az embernek kell egy kis pihenés, és pont az, ami hiányzik. Ezért, hogyha tényleg egy olyan korszakot éled, ahol nap mint nap több órával trédelsz, sok könyvet olvasol, néha érdemes pihenőt adni a dolognak. Bizonyos dolgok leülepedjenek benned. És akkor fontos az, hogy az ember törekedjen olyan dolgokkal, amik nem tartoznak, nem kapcsolnak egyáltalán a trédeléshez. Menj el gokártozni, menj el kirándulni, menj egyet focizni a többiekkel. Összeírtam nektek pár házi feladatot, amit szeretnék, hogyha megcsináltak, ez a ti érdeketek. Nem fogom ellenőrizni. Írd össze azokat a tulajdonságokat, amelyek képesítesznek téged arra, hogy sikeres T-profi trader legyél. Ez lehet 5 tulajdonság, lehet 10 tulajdonság. Ez a képzésenket úgy szoktuk megfogalmazni, hogy írd össze azt a 100 tulajdonságot, amit értékelsz magadban. Ez önértékelés feladathoz kapcsolódik, viszont ez tipikusan arra fog vonatkozni, hogy igenis a trédelésben hogyan lehet sikeres. Miért lehet sikeres? A meggyőződéseink is úgy épülnek föl, mint egy asztal. Az asztalnak vannak lábai, és ezeket a lábakat kell megerősíteni ahhoz, hogy az adott meggyőződés az beépüljön a tudatunkba. És a megerősítések is igazán akkor működnek, ha az adott meggyőződés már alában támaszt a bizonyos asztal lábakkal, bizonyos gondolatokkal, meg érzelmekkel, amik az alá támasztják. Ez a gyakorlat is pont ebbe fog nektek segíteni, hogy az asztal lábait erősítsük, az, hogy igenis, hogy sikeres lehetsz ebben az egész trader dologban. Ugye nagyon sokszor mondják, hogy
nagyon sokan járnak, én is jártam több tanfolyamra a tréderéssel kapcsolatban, és arra jöttem rá, hogy nagyon jól működnek azok a stratégiák, amiket mondanak, meg tanítanak, viszont egy dolog nekem hiányzott, és az én felelősségem volt, az a megfelelő gondolkozásmód, ami szükséges ahhoz, hogy sikeresé váljak ebbe az egész tréningben, az élet más területein is. És ez a gyakorlat, ez nagyban segít nektek abban, hogy jó alapokra építsétek azt az adott várat, amit fölépítetek. Ne homokvár legyen. Mert hiába tudjátok az összes jó működő stratégiát, ha ez nincsen jó megalapozva, az a fajta attitűddel, hozzáállással, meggyőződésekkel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy sikeressé váljatok a tradingben. Ez a következő feladat, amit igazából sikerlistához tartozik, hogy összeírod azokat a sikereket, amelyeket tényleg fantasztikus nagy sikereknek értékelsz az életedben. Ezek fognak neked abban segíteni, hogy az agyad ezekre a sikerekre fókuszáljon. Az agyunkat vagy az elménket úgy lehet elképzelni, mint egy hajón, ha utazom mondjuk valamelyik tengeren, a matróz, aki felszalad az ábóc tetejére, és nézi, hogy hol vannak a zátonyok, hol vannak a problémák, amiket meg kell tudnom oldani. Normál esetben ugye ez az az elménynek is a feladata, erre is született, hogy fölhívja a veszélyre a figyelmünket. Viszont meg kell tanultanunk arra is, hogy igenis értékelje azokat a sikereket, amiket elértünk azáltal, hogy megoldottunk bizonyos problémákat, hogy megvalósítottunk bizonyos dolgokat. És ez nagyon fontos az, hogy ez az a gyakorlat, amit hogyha naponta gyakorolsz, hogy leírod azt az 5 dolgot, amit az adott nap sikernek könyvelhetsz el, ezzel ki fog elégíteni azt a vágyát az elmédnek, hogy igenis a sikerre tudjon fókuszálni. És ez meg fogja neked teremteni azt, hogy sikeres gondolkozásmódod legyen. És jó, hogyha ebből pár darab kapcsolódik a trédeléshez is, ugyanis akkor a trédeléssel kapcsolatos gondolkozásmódodat tudod erősíteni. Akkor röviden össze is foglalnám, hogy miről is beszéltünk most. Esetleg van valakinek kérdése valamelyik témával kapcsolatban? Oké. Röviden összefoglalva. A motiváció igazából az üzemanyaga a céljainkhoz, azokhoz a vágyakhoz, amit el szeretnénk érni. És ezon kell dolgoznunk, hogy ezt az üzemanyagot nap mint nap feltöltsük. Ugye bennünk van, vagy bennetek van az erő, hogy motiváltá váljatok, rajtatok múlik az, hogy mennyire lesztek motiváltak. Lehet külső eszközöket alkalmazni, mint a motivációs idézetek, vagy a motivációs videók, de igazából az igazi motivációt azt teremti meg számotokra, hogyha magatokat tudjátok ösztönözni arra, hogy igenis tartsatok ki, és haladjatok tovább abba az irányba, amerre szeretnétek. Amit fontos, amit beszéltünk is, hogy ugye 3 fontos összetevője van a motivációnak. Az egyik a cél, a másik az, hogy a célt alátámasztó miértek, a harmadik pedig a cselekvés. Jó? Ha ezt a 3 dolgot elviszitek haza, szerintem annak már abszolút örülnék. Mert ez a 3 a lényeg. Fontos, hogy beszéltünk ugye a fejlődésről, hogy ez nem egy lineárisan fejlődünk, hanem szakaszosan. És hogy akkor is ki kell tartani, amikor még nem látjuk azt, hogy ebből a fejlődésből mi lesz. Fontos, beszéltünk arról a csapat és közösség fontosságáról, hogy mennyire fontos az, hogy járatok ilyen rendezvényekre, ahol találkoztatok hasonló gondolkozási emberekkel, legyen akár egy trading, vagy egészen más típusú csapat, vagy alakítsatok ki magatok között olyan csapatot, akivel tényleg akár hetente találkozhatok, akár vagy Skype-on. Nekem is több mastermind csapatban is benne vagyok, és ennek azt szoktuk csinálni, hogy Skype-on szoktunk beszélni, hogyha nincsen lehetőség arra, hogy személyesen találkozzunk, és ilyenkor megbeszélünk pár hónap, havonta egy-két alkalmat, amikor bizonyos időpontban mindenki följön Skype-ra, és akkor megbeszéljük a történéseket, hogy kivel mi történt, mit tanult, miben fejlődött. És még mielőtt erre rátérnénk, mert hoztam nektek egy videót, amit szeretnék, hogy útravalójára elvigyetek magatokkal. Mindjárt meg is keressük. Ez igazából arról szól, hogy sose adjátok fel. Egyébként ez egy barcelonai olimpián történt az eset, és lehet, hogy ki látta időben a barcelonai olimpiát? Jó, én sem láttam, csak azért kérdezem, hát ha valaki van, mert lehet, hogy látta. Hasonló, nem?
szóval igazából ez a soha fel nem adás, ez szintén ez egy nagyon hasonló videó a felső. Oké, köszönöm. A Nick Vujicsicshoz, Nick videóhoz képest, nem tudok már beszélni, kicsit elfáradtam. Szóval ezt is javaslom egyébként, hogy nézzétek át. És nincs más dolga, mint hogy megköszönjem nektek a figyelmet. Remélem tudtatok valamit hazavinni magatokkal. Remélem mindenkinek megvannak a céljai, megvannak a miértjei. És ha nem találkoznánk, akkor ezen a rendezvényen lesznek még további ingyenes rendezvényünk, általában 2-3 havonta, ahol szintén egy adott témát beszélünk át. Eddig volt motiváció, volt célok, és a harmadik téma az még kialakítás alatt áll, de remélem ott is fogunk találkozni. És akkor köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!